az úszónyerges tárcsafékek számos járműben megtalálhatóak. Ebben a típusban a munkahenger axiálisan tud elmozdulni. A fékrendszer egy hidraulikus csővel csatlakozik a főfékhengerre, mely ellátja olajjal. A munkahenger a féknyerekhez van rögzítve. A féknyerek tartó mereven rögzítve van a jármű vázához, a munkahenger azonban előre-hátra elmozdulhat. Ezt két vezetőcsap teszi lehetővé. Amikor a munkahenger nyomás alá kerül, előre nyomódik. A nyomás megszűnésekor visszaáll az eredeti pozícióba. A munkahenger hozzányomja a fékbetétet a féktárcsához. Mivel a féktárcsa fix, ezért a fékbetét nem tud tovább mozdulni. Ekkor a teljes féknyereg is befelé kezd mozdulni. A nyomás csökkenésével az alkatrészek visszaállnak eredeti helyükre. A fékbetéteket megfelelően meg kell támasztani a művelet közben. Erre több lehetőség van. Léteznek egy oldalon, és két oldalon támasztott fékbetétek.